új szociális rendszer. Ettől az évtől az önkormányzatok saját forrásból finanszírozzák a rászorulók segítését. Nyírbátorban a jövedelmi viszonyokhoz és a vagyoni helyzethez kötik a támogatásokat. Megújult Tiszavasvári központja. A 2012-ben elnyert 450 millió forinthoz a város idén további 50 millió forint állami támogatást kapott, amiből a polgármesteri és a járási hivatal épülete mellett megújul a kincstár, a zeneiskola és a református templom is. A város tulajdonába kerül. A tervek szerint hitelt vesz fel Újfehértó önkormányzata, hogy megvásárolja a helyi sportkomplexumhoz tartozó sportcsarnokot. Idén megújult a szociális ellátások rendszere. Az önkormányzatok saját forrásból finanszírozzák a rászorulók segítését. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nyírbátorban a jövedelmi viszonyokhoz és a vagyoni helyzethez kötik a támogatásokat, feltétel továbbá a lakókörnyezet tisztasága. Az eseti lehetőségekről mindenkinek a saját településén kell érdeklődni, mivel az önkormányzatok határozzák meg, mire tudnak forrást biztosítani a lakosságnak. Nyírbátorban úgy alakították ki a szociális ellátórendszert, hogy az év végén vagy akár az év közben is változtatható legyen a felmerülő igényeknek megfelelően. Az ellátásokat három feltételhez köti az önkormányzat, aminek meg kell felelni a folyósítás előtt. Az egyik a jövedelmi viszonyok, a másik a vagyoni helyzet, a harmadik pedig a lakókörnyezet, vagyis az, hogy a család milyen tisztaságban, rendben tartja saját lakókörnyezetét. Alapvetően az önkormányzati támogatások két csoportba sorolhatóak, vannak a rendszeres szociális támogatások, és vannak az eseti, egyedi jelleggel nyújtott támogatások. Rendszeres szociális támogatás a klasszikusan régen közgyógynéven ismert támogatás, ha valakinek nagyon magas a havi rendszeres gyógyszerköltsége, és alacsony ehhez képest a rendszeres jövedelme, akkor maximum havi 5000 forint támogatást kaphat, ami a teljes gyógyszerköltségének nem lehet több, mint a fele. Emellett a lakhatás támogatást is biztosítjuk a családok számára. Itt szintén a vagyoni helyzettől és a jövedelemtől függ az, hogy ilyenhez hozzájusson valaki. Ez havonta 1000-4000 forint között mozog, attól függően, hogy hányan élnek és milyen, mekkora háztartásban. A polgármester elmondta, az eseti támogatások rendszere sokkal összetettebb. Vannak időszakokhoz kötött segélyek, télen pénzt vagy tüzelőanyagot kaphatnak a rászorulók. A városban továbbá halálesetet követő gyógyszer, időskori internet és rendkívüli támogatások is elérhetők. Ennek a forrását most már teljes egészében az önkormányzatnak a saját bevételeiből, klasszikusan Nyírbátor esetében az ipörőzési adóból kell biztosítani. Ennek megfelelően nagyon jól meg kell néznünk azt, hogy kinek nyújtunk ilyen támogatást, de mivel Nyírbátorban nagyon magas a halmozott hátrányos helyzetű családok aránya, így azt látjuk, hogy több százan vannak azok is, akik egyébként igénybe veszik a rendszeres lakhatási támogatást, és nagyon magas a gyógyszertámogatások igénybevétele, ez is közel eléri a 200 főt. Máté Antal hozzátette, az év végéig elkülönített keretösszeg biztosítja a várható igényekhez szükséges forrást. Az önkormányzat további feladata lesz, hogy megtalálja, a jövő évre hogyan lehet ezt az összeget úgy megemelni, hogy többen jussanak a támogatásokhoz. Összesen mintegy 500 milliárd forintból újul meg Tiszavasvári belvárosa. A 2012-ben elnyert 450 millió forinthoz a város idén további 50 millió forint állami támogatást kapott, amiből a polgármesteri és a járási hivatal épülete mellett megújul a kincstár, a zeneiskola és a református templom is. 2012-ben döntött úgy Tiszavasvári képviselőtestülete, hogy funkcióbővítő városfejlesztésbe kezdenek. Az Európai Uniós pályázat mellett további forrásként állami támogatást is nyertek, így jelenleg összesen közel 500 millió forintnyi városrehabilitációs beruházás zajlik a városban. Az elmúlt 10 évnek ez a legnagyobb horderejű felújítási munkálatai és a legnagyobb összköltségű pályázati siker volt. Első körben 450 millió forintos támogatásban részesült az önkormányzat, de mivel 2012-es költségekkel kalkuláltunk, és még most csak 2015-re érkeztünk el a megvalósítás szakaszába, így plusz forrástként megigényeltünk az államtól egy jelentősebb költséget, így sikerként könyvelhettük el, hogy közel 50 millió forint pót költségvetést kaphatott az önkormányzatunk, így egy 500 milliárd forintból fog megszépülni a Tiszavasvári Városközpont.
A hivatal épülete mellett a Városi Kincstár, a zeneiskola épülete és a református templom tetőszerkezete és homlokzata is megújul. Egyszerre 7 területen történik építési jellegű beruházás. A legnagyobb egység az a polgármesteri hivatalnak és a járási hivatalnak is otthont adó épületnek a komplett felújítása. Itt külső, belső felújítási munkálatokat fog végrehajtani, illetve hajt már most végre a beruházó, nyílászáró csere, hőszigetelés, akadálymentesítési jellegű beruházásokat végzünk el, és természetesen minden ilyen területen az energetikai hatékonyságnak a növelésére is nagy gondot fordítottunk. Az energiahatékonysági korszerűsítéseknek köszönhetően a tiszavasvári önkormányzat a jövőben jelentős fenntartási költségeket spórolhat meg, továbbá a helyiek is örülnek a látványos beruházásoknak. Szerintem az nagyon jó, hogy felújítják a régi épületeket. Nem nagyon illenek már a mai világba bele ezek a régi épületek. A városfejlesztési program keretében a belváros néhány üzlethelyisége is megújult Tiszavasváriban. A tervek szerint hitelt vesz fel Újfehértó önkormányzata, hogy megvásárolja a helyi sportkomplexumhoz tartozó sportcsarnokot. A komplexum az úgynevezett PPP konstrukcióban épült, ami azt jelenti, hogy önkormányzati és állami forrásból magánbefektető bevonásával. A vásárlással az épület teljes egészében a város tulajdonába kerül. 2010. április 1-én kezdte meg működését a Termárium városi tanúszoda és tornacsarnok Újfehértón. Az úszók és az úszni tanulók a szomszédos településekről is járnak ide, valamint a környező iskolák diákjait itt tanítják az úszás alapjaira. A medencék emellett egyéb foglalkozásoknak, például aquafitness, vízierobik, vízilabda, szinkronúszás és víz alatti tornacsoportoknak is helyet adnak. Ez az épület komplexum városi úszoda tornacsarnok. A 2010 márciusában lett átadva PPP-s konstrukció, tehát az önkormányzat, az állam és a Terma Kft. Magántulajdonban építette. Az úszodát és a wellness központot már 2014. szeptemberében sikerült megvásárolnia az önkormányzatnak. A komplexumból már csak a tornacsarnok van az építőcég tulajdonában, amit a tervek szerint hitelfelvétellel vásárol meg az újfehértói önkormányzat. A hitelt 5 évre szeretnénk felvenni, szeptember 20-áig kellene megszületni a kormány döntésének, vagyis addig kell aláírnunk a szerződést a hitelintézet felé, hiszen addig tartja készenlétbe a kölcsönt. A város költségvetésére nézve nagy könnyebbség lenne, ha megkapnánk a hitelt, hiszen évente 2-szer fizetünk tőke a tőkébe, valamint kamatot is, és a sokkal több nagyobb összeg, mint az, amit a hitelbe kellene törlesztenünk. Ha Újfehértó továbbra is havi bontásban törleszteni az építőcég felé a tartozását, úgy 1 milliárd 600 millió forintot kellene visszafizetnie. Ez az összeg a hitelfelvétel után 400 millió forintra csökkenne, amit 5 év alatt törleszthetne a város. 2012-ben külterületi szakaszok építésével kezdődtek, és a napokban fejeződtek be a Nagykállói kerékpárút munkálatai. A beruházásról a folytatásban előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A 8-verszakos Kossuth Nóta, valamint a Nyírmihályi Magtár Múzeum és környéke mellett most harmadikként a helyi református templom és a fa harangtorony is bekerült a helyi értéktár bizottság által elismert alkotások közé. A településen, a múzeum udvarán pedig nemrégiben első világháborús emlékművet is avattak. A felkészülés legintenzívebb időszakában jár a Nyíregyházi KC. Az NB1B rajtjára készülő csapat sorra játssza az edzőmeccseket. Az elmúlt hét végén Balmazújvárosban egy 6-csapatos nemzetközi tornán vett részt a Varga Zsolt által irányított együttes, ezen a hétvégén pedig egy gyöngyösi tornán lép pályára az NKC. A tervek szerint a Nagykálló Mária Pócs Nyírbátor kerékpárút ezek után csatlakozhat majd a megyeszékhelyhez is.
Befejeződtek a munkálatok azon az 5,5 km hosszú nagykállói kerékpárúton, ami része lesz a Nyíregyházát Nyírbátorral összekötő szakasznak. A 186 millió forintos projekt 90%-os Európai Uniós támogatási intenzitással készült el. A nagykállói kerékpárutat még nem adták át teljes egészében, viszont a helyiek már használhatják a várost érintő szakaszt. Ez a kerékpárút része a Nyírbátor-Nyíregyháza tervezett kerékpárút hálózatnak. Az egyik vége az a már meglévő Kálósemény Nagykáló kerékpárútnál kezdődik, a másik pedig a vége a város Nyíregyháza felé eső oldalán, az autópálya csomópont tövében ér véget. Reményénk szerint majd később innen folytatódik Nyíregyháza irányába tovább a kerékpárút. Ez a szakasz 5,5 km hosszú, így egybe a városban, ebből 1,6 km az, ami nem új építés, csak vagy már meglévő kerékpárút, vagy pedig belterületi úton van felfestve a kerékpársáv. Ez azt jelenti, hogy összességében több mint 3 kilométer új kerékpárút épült a városban, a belvárosi részeken térkőburkolattal, a külterületi részeken pedig aszfaltburkolattal látták el a sávokat. Európai Uniós forrásból 90%-os intenzitással sikerül megvalósítani a projektet. A projekt összköltsége 186 millió. Hangsúlyozom azt, hogy ebből az építés az nem éri el a 145 millió forintot, a többi része a tervek készítése, a tanulmányok készítése, kerékpáros akciók, kerékpározást népszerűsítő akcióknak a megvalósítása és egyéb szellemi munkafolyamatok. A polgármester hozzátette, a város lakosságát kerékpározást népszerűsítő kampányokkal ösztönzik majd az egészség és környezet tudatos közlekedési eszköz használatára. Valamennyi középület megújul Nyírbogáton két pályázat segítségével, tájékoztatott a nagyközség polgármestere. Az energetikai fejlesztések során hőszigetelnek, nyilászárókat és tetőt cserélnek az érintett intézményekben. A legnagyobb munkákat jelenleg az általános iskola épületén végzik, ahol a tervek szerint tanév kezdésre befejezik az építkezést. Kicserélik a nyílászárókat és a tető héjazatát, valamint szigetelik a homlokzatot a Nyírbogáti Általános Iskolán. A nagyközség egy kormánydöntés értelmében kapott 150 millió forintot, amit középületek energetikai megújítására fordíthatnak. Folyamatban van a többi középületeinek és a külső megújulása. Energetikai szempontból ez nagyon fontos, hiszen sajnos a középületeink nagyon lelakott állapotban vannak. A nyílászáróinkon átfújnak a szél, szinte alig léteznek, a homlokzat nincsen hőszigetelve, a héjazatunk az szinte sehol, a födém sehol nem hőszigetelt. Mi nagyon örülünk a polgári kormány által nyújtott lehetőségnek. Most folyik a második 150 milliós projektnek a feltételes közbeszerzése és a pályázat benyújtása is, a kettő együtt párhuzamosan folyik. A befejezési munkálatok ugye sürgetnek, az első projektnek a befejezési ideje az október 30, a második projektnek pedig november vége, december eleje. Tehát nagyon feszített tempót kíván mind az önkormányzattól, mind a kivitelezőtől. A projektek keretében valamennyi középület megújul Nyírbogáton. A polgármester elmondása szerint az önkormányzat eddig is törekedett arra, hogy energetikailag hatékonyan működjenek az intézmények, így csökkentették a kiadásokat. Több mint egy évtizede arra törekedtünk, hogy kiváltsuk a gázfűtést helyi fatüzelésű megoldásra, tehát nálunk elmondhatom, hogy mára egyetlen egy középületünk sem gázzal fűtött, hanem fával fűtöttünk, de ugye a készleteink is végesek, és nem mindegy, hogy mennyi energiát fogyasztunk az adott évben. A Nyírbogáti Általános Iskolába 250 tanuló jár. A tervek szerint a felújítási munkálatok a tanév kezdésre befejeződnek, így a diákok zavartalanul kezdhetik meg tanulmányaikat a megújult épületben.
A 8 verszakos Kossuth Nóta, valamint a Nyírmihályi Magtár Múzeum és környéke mellett most harmadikként a helyi református templom és a fa harangtorony is bekerült a helyi értéktárbizottság által elismert alkotások közé. A településen, a múzeum udvarán pedig nemrégiben első világháborús emlékművet is avattak. 1920-ban épült, de 1941-ben eltűnt első világháborús emlékművet találtak Nyírmihájdiban a temetőben. A kiásott és újra felállított emlékművet a Nyírmihályi Magtár Múzeum udvarán állították fel. Egy véletlen szerencse. Régi öreg emberek, akik mindig elmesélték, hogy hogy volt ők náluk, mikor leventék voltak, és jött az idő, itt gondolkoztunk, és akkor valamit gondolok, hogy valahol a temetőben lenni kell egy első világháros emlékműnek, valami kicsinek, de nem tudtuk hol. De azt az egyik fiúval megindultunk, megtaláltuk darabokba. Kiástuk, furikkal felhúztuk, és megpróbáltak összerakni. Igaz, hogy kikacagtak, azt mondták, hogy az ember nem normális, és mit örült az én jó Istenem, a 100. évfordulóra, mintha megszületett volna. Megszületett. 100. évfordulója megvolt, jó polgármesterünk elszólta magát, hogy véletlenül 101. évforduló márványtábla lett. Ezt mind be is tartottuk, és tessék, ott is van. A polgármester elmondta, a hagyományőrzés és a turizmus fellendítése miatt is nagyon fontos, hogy ilyen értékekkel gazdagodjon Nyírmihályi. Amikor az értéktárbizottság ezt az emlékművet ugye helyreállítatta, és itt a Magtár Múzeum udvarán felállítatta, akkor mi az önkormányzat részéről támogattuk ezt és örültünk, hiszen én azt gondolom, hogy itt Nyírmihályi vonatkozásában minden pozitív dolog, ami a településnek a jó hírnevét öregbíti, az nekünk nagyon fontos. Mi az önkormányzatnál is arra törekszünk, hogy ezt a jó hírnevet próbáljuk erősíteni és öregbíteni országszerte. A Nyírmihályi Helyi Értéktárbizottság a 8 verszakos Kossuth Nóta, valamint a Magtár Múzeum és környéke mellett most egy újabb darabbal szeretné gazdagítani a település kincseit. A református templom és a kívülálló fa harangtorony is bekerült a Helyi Értéktárbizottság tagjai közé. A nyírmihályiak szerint az országban is egyedülálló az épület. A falu legmélyebb, mocsarasabb pontján helyezkedik el, három vallási korszakban épült. A felkészülés legintenzívebb időszakában jár a Nyíregyházi KC. Az NB1B rajtjára készülő csapat sorra játssza az edzőmeccseket. Az elmúlt hét végén Balmazújvárosban egy hadcsapatos nemzetközi tornán vett részt a Varga Zsolt által irányított együttes, ezen a hétvégén pedig egy gyöngyösi tornán lép pályára az NKC. Szeptember közepén rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben, így a csapatok már sorra játsszák az edzőmeccseket. A Nyíregyházi KC az elmúlt hétvégén Balmazújvárosban a Kastélykert Kupa elnevezésű nemzetközi tornán lépett pályára. A romániai Turda és a szlovákiai Galgusz mellett az első osztályú Gyöngyös, Eger és a szintén élvonalbeli házigazda alkotta a mezőnyt. Az NKC a hatodik helyen zárta a tornát. Ezek a csapatok két hét múlva bajnokságot játszanak, mi most járunk a felkészülés felé, úgyhogy egy hónap múlva van az első hazai bajnoki mérkőzésünk. Az első meccsünk az Egerrel volt, ugye ő tavaly még úgymond osztálytárs volt, egy nagyon jó meccset játszottunk. A végeredmény sajnos egy góllal alul maradtunk ezen a meccsen, viszont én azt gondolom, hogy volt nagyon sok olyan pozitív dolog, amiből mi hosszú távon tudunk építkezni. Aztán a Gyöngyös csapatával játszottunk, hát sajnos ott nekünk nincs 20 játékosból álló keretünk, úgyhogy ott sajnos egy mesten két meccsnél kijött a fáradtság, és ott sajnos beleszaladtunk egy 10 pár gólos vereségbe. Szombaton a helyosztón pedig a tavalyi negyedik helyezett román csapattal, a Turdával játszottunk, ahol 4 góllal kaptunk ki. Úgyhogy összességében mindenképpen pozitív volt, nagyon jó csapatok ellen játszottunk, nagyon hasznos volt, ezekből a hibákból, amiket ott tapasztaltunk, kell építkezni, és igazából a következő egy hónap feladata az úgymond finom hangolás, mind taktikában, mind technikában. A nyíregyháziak a hétvégén egy gyöngyösi tornán csiszolhatják tovább a formájukat. Újfent csak NB1-es és első osztályú csapatok lesznek, egyedül mi leszünk a másodosztályú csapat, a Szlovákiából a Topolcsány nevezetű csapat, ő tavaly másik volt a bajnokságban, a Gyöngyös lesz ott, a Balmazújváros lesz ott, ez mindenképpen egy nagyon komoly játékerőt képviselő csapatokkal fogunk ismét találkozni, de mint mondtam, mi abszolút szeretnénk a bajnokságban az első három helyen végezni, ez én azt gondolom, hogy ilyen szintű mérkőzéseket kell játszanunk.
vagyunk. Ha ezeken meg tudunk felelni, ezeken helyt tudunk állni, akkor én azt gondolom, hogy a saját bajnokságunkban is sem lesz probléma, hogyha majd egy nehezebb mérkőzés kell játszani. A nyíregyházi KC az NB1B keleti csoportjának nyitófordulójában szeptember 12-én a Ferencvárost fogadja. Híradunk végén, nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Idén megújult a szociális ellátások rendszere. Az önkormányzatok saját forrásból finanszírozzák a rászorulók segítését. Nyírbátorban a jövedelmi viszonyokhoz és a vagyoni helyzethez kötik a támogatásokat, feltétel továbbá a lakókörnyezet tisztasága. Az eseti lehetőségekről mindenkinek a saját településén kell érdeklődni, mivel az önkormányzatok határozzák meg, mire tudnak forrást biztosítani a lakosságnak. Összesen mintegy 500 millió forintból újul meg Tiszavasvári belvárosa. A 2012-ben elnyert 450 millió forinthoz a város idén további 50 millió forint állami támogatást kapott, amiből a polgármesteri és a járási hivatal épülete mellett megújul a kincstár, a zeneiskola és a református templom is. A tervek szerint hitelt vesz fel Újfehértó önkormányzata, hogy megvásárolja a helyi sportkomplexumhoz tartozó sportcsarnokot. A komplexum az úgynevezett PPP konstrukcióban épült, ami azt jelenti, hogy önkormányzati és állami forrásból magánbefektető bevonásával. A vásárlással az épület teljes egészében a város tulajdonába kerül. A Kölcsei Televízió pénteki híradóját látták. Szombaton és vasárnap heti hír összefoglalóval, a krónikával várom majd önöket. Friss hírekkel pedig hétfőn este jelentkezünk újra. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!